kórházban sokáig nem, tehát nem tudták, mi a bajom, míg végül kiderült, hogy szklerózis multiplexes vagyok. Több mint 22 év vagyok beteg. 16 éves korom óta szívom marihuánát. Mai napig használom, mivel óriási idegi fájdalmaim vannak, idegi görcseim vannak, és ha néha szívok, akkor elmúlik. Fél négykor által, vagy fél háromkor rám jön hajnalba, hát nem tudom elmondani, ez így belülről fáj. Valami borzasztó, gerincemtől jön, és megy le a fájdalom a lábomig. Ég a karom, ez nagyon brutális, nagyon brutális. Az első szívásnál ez megszűnik. Ez kezd csillapodni, és megszűnik teljesen. Szóval, mint egy gyógyszerre, úgy is nézek rá a cannabiszra, mint egy gyógyszerre. Úgy is tartom tulajdonképpen, hogy gyógyszerek közt. Mint egy gyógyszer. Ez nekem egy gyógyszer. Végül is bűncselekmény, amit csinálok. Magyarországon ez bűncselekmény. Az azt mondják, hogy tudatmódosító. Szerintem a betegségemnél nagyobb tudatmódosító nincs. Nem létezik. Hullámokban jön rám a depresszió, a fáradtság, a fájdalom, és ő ezen segíts. Dob rajtam egyet, de csak délig. Reggeltől délig aktív vagyok a fűtőn. Azután alszom 4-5 órát, és délután már kész. Kaphatnánk egy kártyát, mint külföldön, mehetnénk, kivásárolhatnánk a cannabiszt. Ez volna normális, szerintem. Kulturáltabb volna, ugye? Mint most. Mint most a sunyi utcákon, sunyi módon megvenni a sunyi anyagot. És sunyiba elszíni, mert muszáj. Na, mert muszáj. Sokan nem is tudják, mi az a szklerózis multiplex. Nincsenek az emberek tisztában a betegségemben. Minek vagyok ilyen boldult? Ha nem szok, akkor is boldult vagyok. Úgy nézek ki, mint egy részeg. Mondok egy példát, tegyük fel, neked fáj a fejed, rettenetesen. És egy nap azt mondják neked, hogy ezt a gyógyszert mától nem szeded, kész, ami csillapítja a felfájásodat. Hogy lehet így élni? Hogy lehet élni fájdalommal? Mindenki félti a kis egzisztenciáját, a munkáját, senki nem akar törvénnyel birkódni, mert senki nem akar. Én sem szeretnék, de nincs mitől félnem. Mert amitől féltem, az bekövetkezett. Ez legyen a legkisebb bajom. Mert olyan nagy bajon előttem, egy akkora balta lobog a fejem felett, hogy egyszerűen nem is érdekel. Mert ma honnan belekerültek tolókocsiba. Mit csinálj? Mit csináljak? És még rajtam kívül többen is mondhatnánk, hogy mit csináljak? Nem? Mindenki mindent kipróbál. Ezt mondja az orvos is. Kötelességünk mindent kipróbálni. Ezt nem lehet kielvenni, ez egy trauma. Érted? Mikor két lábon jársz, és egyik napra a másikra megkapod ezt a botot. Senki nem tud velem kezdeni. Se az orvos, senki. Senki. Akkor mit csináljak vele? Hátamra teszem, elszívok egy spanglit, tudom, hogy jól leszek, nem lesznek fájásaim, és lesz erőm ahhoz, hogy menjek valamerre. Menjek sétálni, vagy találkozgassak emberekkel. Hogy ne befele forduljak, hanem egy kicsit kifele most. Értitek? Na. Úgyhogy én így gondolom.